Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony. Igen, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Az itt az előre borítékolható mézes-mázos kormánypárti egyoldalú dicséreteket tartalmazó felszólalások és a erősebb, vagy éppen fékezett habzású, de szintén elég unalmasra sikerült ellenzéki hozzászólások után beszéljünk a lényegről. Szorítkozzunk a tényekre és hagyjuk a meséket. Az egész történet arról szól, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy talán az igazságszolgáltatás az egyetlen, talán utolsó terület, amelyet 2010-től napjainkig bezárólag a Fidesz nem tudott elég hatékonyan bevenni. Régi harc dúl a jobb-közép, a 13 éve kormányzó pártszövetség, vagy frakciószövetség, és a baloldal, vagy éppen a szélső-baloldali, szélső-liberális erők között, mert valljuk be őszintén, hogy az igazságszolgáltatás rendszerében, akár az ügyészi testületben, de különösen egyébként a bírák körében még meglehetősen nagy számban vannak a múlt rendszerhez kötődő bírák, adott esetben magas ítélkező tisztségekben is, rendkívül fontos, kiemelt befolyásos tisztségekben is, és bizony nagyon nem mindegy az a Fidesz-KDNP számára, hogy politikailag vagy társadalmilag érzékeny ügyekben milyen bírák ítélkeznek, főleg kik fogják tudni majd adott esetben sok éven át tartó eljárások eredményeként a jogerős ítéleteket meghozni. E tekintetben tehát nem lehet elégedett a Fidesz, és nem lehet elégedett a miniszterelnök úr sem. Valószínűleg ennek tudható az be, hogy talán egyébként elnök úr számára is némi kényelmetlenséget okozó körülmények között került sor a kinevezésre. Szeretném azt jelezni elnök úrtól, hogy véletlenül sem szeretnék személyeskedni. Semmilyen okom nincs arra, hogy önt személyében sértsem, de a tények attól még tények maradnak. Bírói és bírósági vezetői gyakorlat nélkül, egyetlen nap ilyen jellegű gyakorlat önnek nem volt, került kinevezésre. Ügyészként biztosan magas harcértéket képviselt, és az Alkotmányi Bíróság tagjaként is jól végezte a munkáját, ezt nem kívánunk kétségbe vonni, de tény, hogy úgy került a kúria élére, hogy ítélkező bíró egy napig sem volt, és bírósági vezetőként sem töltött el egyetlen napot sem. Ezek a tények. Valószínűleg a megbízhatóság, adott esetben a nem is annyira háttérben megbúvó politikai megbízhatóság, az fontos szempont volt, hiszen még annak ellenére, hogy a Fidesz az elmúlt négy választáson kétharmados többséget szerzett. 2015. február, 2018. március vagy április között időszakot leszámítva, tehát az elmúlt 13 évből 10 évet vastag kétharmaddal kormányzott, sem tudta úgy átalakítani a bírósági rendszert, ahogy azt szerette volna is. Nem is lenne ezzel semmi baj, hogyha valóban az objektív, pártatlan, független igazságszolgáltatás irányába tettek volna lépéseket. A leglelkesebb támogatója lennék személy szerint én, és a Mi Hazánk mozgalom is. A baj azonban az, hogy igazából nem ez a motiváció, nem az, hogy végre legyen egy objektív, független, pártatlan igazságszolgáltatás, mondjuk nem valóságtól független, az nagyon fontos lenne egyébként, és az életszerűségtől sem független, hanem olyan bírói szervezetrendszer alakuljon ki, amelyik nem a többségében nem a baloldal, hanem a Fidesz-KDNP többséget mutatja a testületen belül. Erről van szó, az összes többi csak mellé beszél. Nagyon kellemetlen ezekről beszélni, de ez a valóság. És hadd említsek néhány ügycsoportot elnök úrnak, hogy ne csak politikai jellegű ellenzéki felszólalást tegyek, amelyben talán, nem hogy talán, egészen biztosan lenne teendője, és hogyha ezeket hajlandók lennének elvégezni, jól végezni, érdemi előrelépéseket produkálni, akkor a következő éves beszámolókat talán másképp fogja tudni megítélni a Mi Hazánk mozgalom, mint ezt a 2021. évit. Természetesen probléma az is, hogy adott esetben ön az OBT javaslata ellenére nevezett ki bírákat, kinevezett adott esetben olyat is, vagy akkor tisztázzuk ezt a körülményt, erre most egy kiváló alkalom a mai délelőtt, vagy kora délután, akit az OBT hozzájárulásával sem nevezhetett volna ki. Ha ez nem így van, akkor kérem, cáfolja meg, és akkor tisztázódik egy önök, vagy az ön számára is kellemetlen ügy. A teljesség igénye nélkül hadd említsek egy fontos ügycsoportot. Ugye 2020-2021, tehát a beszámolóban érintett év is, a COVID nevű világprojekt, a COVID nevű világjárvány által súlyosan érintett időszak. Nem szeretnék most belemenni a mélyre annak, hogy ez elsősorban nem is orvosi vagy egészségügyi kérdés volt, hanem az új világrend kialakításának egy fontos ügymenete, egy fontos stációja. Ennek kapcsán ugye óriási társadalmi feszültség alakult ki az oltásra kötelezés kapcsán,
és egy mesterséges törésvonalat hozott létre a kormánypárt oltottak és oltatlanok között, illetőleg, hogy mennyire kell, lehet szabad oltásra kötelezni magyar embereket. Rengeteg honfitársunk veszítette el a munkáját. Számos alkotmányjogi panaszt adtak be, talán ezres nagyságrendben a magyar emberek a Mi Hazánk mozgalom segítségével. Hát ezek nem igazán fejtették ki áldásos hatásukat. Úgy néz ki, hogy az alkotmánybíróságot is kézi vezérléssel sikerült abba az irányba elmozdítani, hogy ne álljanak megfelelő módon az oltatlanok pártjára. Rengeteg érdeksérelem, rengeteg megtört életpálya, jogellenesen megszüntetett munkaviszony, és rengeteg anyagi, pénzügyi, gazdasági érdekségnek kapcsolódik ezek az ügyekhez. Én nagy tisztelettel arra kérném az elnök urat, mivel jellegéből adódóan ezek a jogsérelmek talán nagyobb rész még reparálhatóak, teljes egészében biztos nem, de nagyobb részt talán nem veszítettük el ennek az esélyt, hogy tekintse át a kúria is annak a lehetőségét, hogy oltatlan honfitársnak, akik emiatt veszítették el a munkaviszonyukat, közalkalmazott jogviszonyukat, emiatt rúgták ki őket az állásukból, visszahelyezhetők legyenek, és a kieső időre teljes mértékben megkapják azokat a juttatásokat, amelyek megillették volna őket. Természetesen ez egy nagyon jelentős, adott esetben sok 10 milliárdos összegre rúg, de hogyha oly sok mindenre, felesleges beruházásokra, 3000 milliárd forintos akkumulátorgyárakra van forrás, akkor biztos megtaláljuk ezeket a forrásokat majd itt, akár az országgyűlés keretei között, vagy megtalálja majd a gazdasági kormányzat, ugyanis nem hallottunk még egyetlen egy szót sem a 2021-es évi kúriai beszámoló kapcsán arról, hogy ez még egy Covid által sújtott év volt, és bármikor következhet egy ilyen világjárvány, úgynevezett világjárvány, bármikor felütheti a fejét egy ilyen veszedelem, és hogyha már a korlátozott vagy részleges precedensrendszer bevezetéséről beszélünk, akkor precedens értékkel érdemes lenne hozni ilyen ítéleteket is, amelyek nagyon jelentős mértékben növelnék nem csak a bírói működés megítélését, hanem konkrétan egyébként a kúria minőségi megítélését és a kúriáról kialakított véleményeket is. Aztán nézzünk egy másik olyan ügycsoportot, amely most már 20 éve, több mint 20 éve mérgezi a magyar társadalmat, amelyet 2001 végén lényegében azért az első Orbán kormány vége felé a részben a Fidesz nyitott ki, de a fő bűnök a balliberális kormányok idején következtek 2002 és 2010 között, ez pedig a deviza alapú hitelezés. Azért mondom ezt, hogy deviza alapú hitelezés, mert devizában nagyon kevesen tudtak eladósodni. Ez szintén egy hatalmas átverése, becsapása volt a magyar lakosságnak és a magyar vállalkozásoknak. A kormányzati sikerpropagandával ellentétben nem mentették ki a magyar embereket. Ez egyébként döntően nem a kúria hibája, nem is a magyar bírák hibája, ez a magyar parlament és a magyar kormányzó többség hibája. A szavak szintjén segítettek, nyilván egy szűk körnek, leginkább azoknak, akik önerőből is boldogultak volna, segítettek. De rengeteg, több százezer honfitársunk nem tudott még kiszabadulni a devizalapú hitelezés csapdájából. Őket a mai napig húzzák, nyúzzák a végrehajtók. E tekintetben is van a Mi Hazánk mozgalomnak elképzelése. Kíváncsi lennék, hogy ezzel kapcsolatban esetleg mi az elnök úr véleménye, ezt mindjárt föl fogom önnek vetni, mert kíváncsi vagyok, hogy ilyen magas tisztségben lévő ember ezt mennyire tartja kivitelezhetőnek, vagy éppen helyesnek. És hát fékezett, ha már az előbb azt mondta, hogy fékezett habzású ellenzék hozzászólások is voltak, hát fékezett habzású jogegységi döntések talán voltak a 2021-es évben is, de ezek nem mondták ki azokat az egyértelmű verdikteket, amelyek alapján a magyar emberek ki tudnának szabadulni ebből a csapdából. Az, hogy az árfolyamkockázat egyoldalú áthárítása, az gyakorlatilag az össznemzeti lehúzásnak, a törvényesített uzsora bűnözésnek egy a mai napig engedélyezett eszköze. Az, hogy a végrehajtók magas jutalékokért dolgozhatnak, érdekeltek abban, hogy magyar emberek elveszítsék a legtöbbször egyetlen vagyontárgyukat jelentő lakóházukat vagy családi házukat, azt végre egyszer mindenkorra ki kellene már mondani. Éppen ahogy erre az ülésre igyekeztem, egy kiváló Mátré Szalka állampolgár pontosan arról panaszkodott, hogy az édesanyja házát úgy akarják elárverezni, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy egy összegben kifizették már az árverési hirdetmény megjelenése után kifizették a terheket, és a végrehajtó, aztán időközben kapta nyitott, hogy talán most már hajlandó az árverési hirdetmény törölni, miután megkapott mindent, teljes összegben maradéktalanul, de hogyha nincs ez az áldozatkész kitartó eljárás, annak ellenére folytatódott van az árverés, hogy a tartozások jelentős részét már visszafizették egy összegben. Az, hogy elévült tartozásokat behajthatnak a végrehajtók, az a magyar jog szégyene.
És az, hogy erre egyébként Sádló György egyik kiváló hangfelvétele, vagy egy kiváló eszrefuttatása, nyilván ezt ironikusan mondom, hogy kiváló, és rávilágított erre, hogy milyen képtelenség az, hogy helyből ők nem kötelesek vizsgálni azt, hogy elévő tartozásokról van szó. Hát ilyen csak Magyarországon fordulhat elő. És úgy gondolom, hogy a kúri elnökének ebben ezzel kapcsolatban lenne teendője, hogy ki tudjuk menteni a magyar embereket ebből a rasságból. Vagy akkor javasoljanak, tegyenek javaslatokat a magyar parlamentnek, ahol valóban megfogyatkoztak jogászok, nagyon kevés jogász végzettségű képviselő itt, hogy legalább az elévült követelésekben ne tudjanak letiltani, inkasszókat alkalmazni, ingós vagy ingatlan árveréseket kiírni. Mert a mai napig ez a helyzet. Röhögnek a markukba a végrehajtók. Akiknek nem szükséges szakvizsgákat tenni, anélkül válhatnak végrehajtóba is. A Mi Hazánk mozgalomnak van egy egyszerű javaslata, ezt a profitorientált, népnyúzó, lehúzó, rabló rendszert egy tolvonással meg kell szüntetni, vissza kell helyezni állami hatáskörben az önálló bírósági végrehajtást, ahol fix fizetésért dolgoznak állami alkalmazottak, vagyis nem válnak érdekelté a tekintetben, hogy hogyan rabolják ki a magyar embereket, hogyan fosszák ki az adósokat. Ez lehet az egyetlen megoldás, ezt a mostani bírósági végrehajtói rendszert fel kell robbantani a szó átvitt értelmében, be kell szántani, be kell sózni, és örök életre el kell felejteni. Az irányba is talán lehetne tenni valamit, hogy aki másfél év előzetes letartóztatásban van, ne legyen egy szervezetrendszernek az elnöke, és ez a szervezetrendszer valószínűleg súlyosan érintett szereplőkkel ne tudja, az főleg a deviza alapú hitelezés című népnyúzó törvényesített uzsora bűnöző akciót tovább folytatni. E tekintetben nagyon számítanánk az ön segítségére és az ön, illetve a munkatársainak a szaktudására, tisztelt elnök úr. És végül, de nem utolsó sorban, ugye a büntető ítélkezés, vagy a büntető bíráskodás, hát ha valahol, akkor itt aztán kiemelt súlya van az ügyelosztási rendszernek, és adott esetben politikailag érintett, vagy politikailag érzékeny ügyekben, tudjuk jó mindannyian, miről beszélünk, nagyon nem mindegy, hogy milyen bírákhoz kerülnek az ügyek. És hát e tekintetben is egy éles harc bontakozhat ki a baloldal és a Fidesz között, ugyanakkor vannak sajátos érintettség ügyek is, és nem tudom megállni, hogy a teljes igény nélkül az egyik legfontosabbat és az egyik legfrissebbet ne hozzam ide. És az egész bírói rendszer, mint egy bírósági rendszer, mint egy állatorvosi lova, a büntető bíráskodási rendszernek, mint egy állatorvosi lova, Budaházy Gyögyör és társainak az ügye. Hogyan fordulhat ez elő ön szerint, tisztelt elnök úr, hogy lassan másfél évtizeden keresztül 4 ítélet születik az ügyben? Az első ítélet bűnösséget megállapító és súlyos, hosszútartamú szabadságvesztéseket szabnak ki. Aztán az első másodfokú ítélet, a legkorrektebb ítélet, a hatályon kívül helyezte az első fokot és újjárásra utasította a bíróságot. Aztán a megismételt első fok több mint 100 év szabadságvesztést szab ki, majd aztán a második másodfokú eljárás pedig lényegesen enyhít, de még mindig elősen megkérdőjelezhető tartalommal ítél el olyan hazafiakat, aki még a bíró indoklás szerint is a társadalom hasznos tagjai. Hogyan fordulhat elő, hogy ugyanazt az ügyet ennyire különbözőképpen tudják megítélni a bíróságok? Hát ha ez olyan elnök úr, mint középiskolás koromban a verselemzés volt, hogy az egyéni ízléstől, karaktertől, személyiségtől függ, hogy hogyan akarjuk értelmezni a költőnek a szavait az adott vers kapcsán, akkor nagyon nagy problémák vannak Magyarországon. És végül, de nem utolsó sorban, hadd ajánljam a figyelmébe azt a még nem az ön elnöki időszakához, vagy az elnökségi kezdetéhez kapcsolódó ügyet, egy évekkel ezelőtt lezárult ügyet, amely azóta is sípja a szemem, és nem tudok napirendre térni fölötte. Ez egy súlyos ügy, amelyben az egyik ítő, szándékosan nem mondom, hogy melyik, de tudom, az egyik ítélőtáblának a közismert és tévesen köztiszteletben álló elnöke egy emberölés büntettének kísérlete kapcsán, amelyet 8,5 év alatt tudtak lezárni, úgyhogy térfigyelő kamerák rögzítették a teljes bűncselekményt, le tudta írni az alábbi mondatot, amelyet bármelyikünket, elnök urat is, engem is, bármelyikünket a jogi karokon azonnal kirúgtak volna. Az életben nem szereztünk volna jogi diplomát, ha ilyeneket beszélünk egy büntetőjogvizsgán. Ez a mondat úgy hangzott, hogy abból, hogy a jelentős létszámfölényben lévő vádlottak életkioltásra alkalmas eszközökkel, fel voltak sorolva, a szamurájkartól a baltáig voltak felsorolva az eszközök, a sértett létfontosságú szerveit és magába foglaló testájai irányába vágtak, szúrtak több alkalommal,
Na most figyeljenek, még nem lehet levonni azt a következtetést, hogy meg is akarták ölni. És ez az ember hosszú ideig, azt most nem tudom, hogy most is ott van-e, de hosszú ideig az egyik magyarországi ítélőtáblának volt az elnöke, úgyhogy csak azért mondtam egy konkrét példaként, tisztelt elnök úr, hogy rengeteg teendő van, meg kell tisztítani lehetőleg politikai hozzáállástól függetlenül a magyar bírósági szervezetrendszert, hogy az állampolgároknak a rendkívül megroppant hite, a magyar bíróságba vetett hite valahogy megpróbáljon visszatérni. Köszönöm szépen! Miénk a jövő! Rád is számítunk! A fiatalok körében már a legnépszerűbb.